A Beregszászi kistérségben a Máltai Szeretett Szolgálattal közreműködve több mint másfél éve indult be pilot projektként a szociális kártyarendszer. Ennek köszönhetően a beérkező támogatásokat egységesen és igazságosan tudják kiosztani mind a menekültek, mind pedig a helyiek körében. A projekt sikerét látva a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulása kidolgozta a kártyás rendszer más kistérségekre történő kiterjesztésének feltételeit. A programot támogatta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is, és megteremtette az anyagi hátteret ahhoz, hogy a szükséges eszközöket beszerezzék. Ezeket adták át a napokban a költ munkatársai, a Gorondi kistérséghez tartozó Iznyétén. A Gorondi kistérség egy majd tízezer lakosságú kistérség, térség, ahová tartozik Iznyéte is, ami többségében magyarok által lakott település, mezőterebes is ide tartozik, úgyhogy fontos, hogy a magyarok által lakott ukrán többségű önkormányzatokat, kistérségeket is be tudjuk vonni abba a hálózatban, amit kialakítottunk a szociális kártyarendszeren belül. Ezért kiemelten fontos az, hogy a mai nap folyamán a Gorondi kistérségnek is átadtuk a szociális kártyákat, átadtuk a kártyaleolvasókat, valamint a hozzátartozó programberendezést is. Reményeink szerint rövid időn belül sikerül itt is beindítani magát a programot, és a program mögé az itt rászoruló családok számára is humanitárius segélyt vagy bármilyen más juttatást is fogunk tudni adni. A program kiterjesztését már Izsnyétén is várták, hiszen ennek köszönhetően a humanitárius szervezetek is bátrabban nyithatnak a helyi lakosok támogatása felé. Bekerülnek a rendszerbe a szociális kártyák, akkor könnyebb lesz az ügyintézőnek is, bármelyik családdal, bárki, aki folyamodik hozzánk bármilyen kérdésekbe vagy kéréssel, akkor automatikusan könnyebb lesz kiszolgálni ezeket a személyeket, akik a községházár vagy vagy a, a, ehhez a gromádához fognak fordulni. Iznyétére kaptunk adományt a Református Egyházunk keresztül, vagy egy Református Egyház segítségével, amit uh, uh, szétosztottunk a, az emberek között. Uh, lényegében azok közt osztottuk szél, mert voltak itt uh, a menekültekből sokan, akik Iznyétén laktak, és külön csomagokat kaptak, el voltak osztva, külön, külön alaktak az óvodákba, az óvodába az emberek, 30 család lakott az óvodába lényegében, és aztán már kevesebb, de aztán már laktak a falukba, olyan házakba, ahol az emberek kiadták ezeket a, a lakásokat, és akkor ott laktak, és ott is tudtunk segítséget nyújtani ezeknek az embereknek. Izsinyitén is, mint mindenütt, úgy vándorolnak ki emberek, de lényegében a lehetőséget keresnek a más országokból, ugye a pénz lehetőséget, meg kimennek dolgozni, és aztán egy idő után kimegy utána a család is, úgy élni egy családot, hogy a fér a külföldön van, és a feleség a gyerekekkel itt van. Egy darabig el vannak, de most ugye mióta már nem tud a fér hazas jönni, mióta háború van, és akkor ez gondot jelent, és akkor vannak olyan családok, hogy úgy döntenek, hogy kiutaznak külföldre a férjük után. A szociális kártyák mellett a köt munkatársai magyarországi felajánlásoknak köszönhetően gondoltak a helyi rászoruló gyerekekre is, akiknek egyedi cipős dobozokba zárt ajándékokkal kedveskedtek. Mai nap folyamán Gorondra is elhoztuk azt a magyarországi barátaink által felajánlott cipős doboz ajándékokat, amit a kistérség a Gorond településen belül található magyar családok rászoruló kisgyermekeinek fognak majd átadni az előjárói körzet munkatársai. Bármelyik faluban ugye vannak olyan gyerekek, ahol egy kicsit szegényebb családból származnak, és akik ugye nem tudnak azért minden ünnepre ajándékot kapni, és ezeket a gyerekeket szerintem meglepjük ebből az ajándékkal, és szerintem nagyon fognak nekik örülni, hogy azért kapnak egy ilyen ajándékot, mert úgy könnyebb annak a családnak, annak a gyereknek, ahol apuka, anyuka van, de vannak olyan, család, vannak olyan ahol, ahol egyedül nem verik a gyereket, vagy pedig szegényem család, és akkor ott nem, nem, nem tudják megvenni ezeket a minden családban ezeket a dolgokat. A napokban a Viski kistérségben is átvették a kedvezményekre jogosító kártyás rendszert és a hozzá kapcsolódó eszközöket. Továbbá az ottani rászoruló fiatalok is megkapják azokat a csomagokat, amelyek Magyarország ungvári főkonzulátusának közbenjárásával érkeztek vidékünkre.